Bak Pál, a Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola diákja nyerte meg az idei szónokversenyt. Így ő mondhatja el ünnepi beszédét az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére megrendezett városi megemlékezésen. Az elmúlt esztendők hagyományához igazodva városunk önkormányzata idén is szónokversenyt hirdetett a helyi középiskolások számára, amelyet idén március 3-án tartottak meg a Széchenyi István Katolikus Szakképzőiskolában. A megméretésen 10 fiatal vett részt, akik közül 5 tanuló a versenynek otthont adó intézményt, míg 5 fő a Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolát képviselte. 5 tagú zsűri elnöke dr. Fekete Zoltán polgármester volt. A szakmai bizottság döntése értelmében a verseny harmadik helyezettje Varga Izolda lett, a második helyen pedig Gonda Milán végzett. Mindketten a Széchenyi István Katolikus Szakképzőiskola tanulói. A legjobb szónoklatért járó első helyet Bak Pál, a gimnázium tanulója érte el. Így ő mondhatja el beszédét az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére megrendezendő városi ünnepségen. A forradalom 167. évfordulójára március 13-án emlékeznek meg településünkön. Az esemény 13 órakor kezdődik az 1848-as emlékműnél, ahol a szónokverseny győztesének beszéde után megkoszorúzzák az emlékművet a forradalom hősei előtt tisztelegve. A program a Közösségi Ház színház termében folytatódik, ahol az ünnepi köszöntőt követően a gimnázium diákjai Petőfi Sándor az Apostol című művének színpadi változatát mutatják be. A Mezőkövesd város önkormányzatának képviselőtestülete és a Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola által szervezett megemlékezésre minden érdeklődőt szeretettel várnak.